Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti webináriumon, amelynek célja az, hogy egy kicsit a digitális munkarend idején a közgyűjtemények részéről egy kis segítséget kapjanak a pedagógus kollégák, és ezért immár negyedik alkalommal múzeumpedagógusok, ezúttal pedig levéltárpedagógusok segítenek abban, hogy milyen csodálatos tartalmak érhetők el múzeumokban, közgyűjteményekben, és immár ez a negyedik alkalom, hogy izgalmas, érdekes tartalmakat láthatunk. A ma esti előadók a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai, elsőként Csonka Laurát, majd ezt követően Hecker Henriettát fogjuk hallani, mindketten levéltárpedagógusok, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást, és át is adom nekik a szót. Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm mind a magam, mind a kolléganőm nevében, hogy itt lehetünk. És ahogy a ma esti webináriumnak a címe is jelzi, a levéltári betekintő, hogy a pedagógusok számára szeretnénk egy kicsit ismertebbé tenni a levéltárat. Alapvetően mi a mindennapi munkánk során, mint levéltárpedagógusok azt tapasztaljuk, hogy a közgyűjtemények esetében a levéltár egy kevésbé ismert és picit zárt gyűjteményként él sokaknak a fejébe, és alapvetően mi a mindennapi munkánk során azon dolgozunk, hogy maga a levéltár mind a pedagógusok, mind a diákok számára egy nyitott, újdonságokkal teli intézmény legyen, és alapvetően a mai esti webináriumon is azt szeretnénk megmutatni, hogy levéltárpedagógusként milyen olyan oktatási tartalmaink, felületeink vannak, amelyeken levéltári tartalmakat hoztunk meg, és próbáljuk ezzel segíteni a közoktatásnak a munkáját. És amivel magát az előadásomat is kezdeném, hogy mivel mind a kolléganő levéltárpedagógusok vagyunk, így egy picit mesélnék arról, hogy mi a levéltárpedagógia, mert hogy úgy gondolom, hogy a múzeumpedagógiát azt már viszonylag sokan ismerhetik, viszont egy kicsit bemutatnám azt, hogy a levéltárpedagógia mivel foglalkozik, illetve azon belül a Magyar Nemzeti Levéltárban mit tartunk ez esetben fontos és követendő céloknak, illetve tendenciáknak. Tehát maga a levéltárpedagógia az egy levéltárpedagógus által vezetett nem formális oktatási nevelési tevékenység, és maga a levéltárpedagógiának a központjában, vagy a középpontjában a levéltári iratgyűjtemény áll, és a levéltárban, levéltárokban őrzött iratokban rejlő tanulási lehetőséget próbáljuk mi kihasználni, és hozzáférhetővé tenni a levéltári dokumentumokat az oktatási intézményből hozzánk látogató, vagy újabban 2020 tavaszától immár az online térben tanuló diákoknak. És mindezt különböző tematikájú interaktív foglalkozásokon valósítjuk meg, mind a levéltár épületében, mind pedig az online térben, és ezeken a foglalkozásokon mind a témaválasztásban, mind a foglalkozásokon alkalmazott módszerekben, munkaszervezési formánkban, minden esetben a diákok életkori sajátosságaihoz igazodunk. És a foglalkozásokon célunk az is, hogy a tudás megosztás egyében támogassuk a tanulásnak a folyamatát, és ezt a támogató tevékenységet úgy próbáljuk létrehozni és megvalósítani, hogy egyértelműen összhangban állunk a közlekedési célokkal és tartalmakkal. A foglalkozásainkon legtöbbször egy mában gyökerező történeti problémával foglalkozunk, ezekkel a történeti problémákkal találkoznak a diákok, és ezen találkozás révén próbáljuk meg megértetni a foglalkozáson a diákokkal a múltat,
és a múltban zajló történeti folyamatokat és összefüggéseket. Mivel a levéltárfedők újjának a központjában a levéltári dokumentumok, a levéltári források állnak, ezért nagyon fontos, hogy ezeket a levéltári forrásokat a diákoknak segítsünk térben és időben elhelyezni, és mivel a közoktatás munkáját szeretnénk segíteni, kiegészíteni, árnyalni, így alapvetően a foglalkozások témaválasztásában olyan témákat dolgozunk fel, olyan iratokat dolgozunk fel, amikhez a diákok már tudnak oly módon kapcsolódni, hogy például van ismeretük már tankönyvekből, munkafizetekből, tehát ami a formális oktatásban megszerezte. És ezeken a foglalkozásokon hangsúlyt helyezünk az egyéni tudásépítésre, tehát például a leginkább a középiskolás korosztály számára már a levéltári források megismerése, megszólaltatása révén gyűjtsenek információkat és építsék a saját tudásukat, és lépésről lépésre ismerjenek meg egyre több és több tudástartalmat. Hangsúlyos a foglalkozásainkon a tantárgyköziség, tehát az, hogy ne feltétlenül csak történelem, hanem más kapcsolódó tantárgyakhoz is kapcsolatú legyen a foglalkozás, és természetesen a nemzeti alaptantárban meghatározott különböző kompetenciák fejlesztése és kiemelt célunk. És a levéltári dokumentumok megszólaltatása révén pedig a diákok az információszerzés és az információgyűjtés készségét is el tudják sajátítani, illetve tudják gyakorolni, és úgy véljük, hogy ezáltal képessé válhatnak a diákok a forráselemzésre, de azon belül is leginkább a kritikai és objektív elemzésre, illetve a hitet és a tévhiteknek a megkülönböztetésére. És nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani a levéltárpedagógiáról, és ezt azért gondoltam fontosnak, hogy picit lássuk, hogy mi milyen módszerekkel vagy milyen célokkal dolgozunk, és a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárpedagógiai programjához nagyon szorosan kapcsolódik a programkírásban szerepelt oktatólapok felület, és az előadás következő részében ezt a felületet szeretném egy picit részletesebben bemutatni önöknek. Magát az oktatólap felülete az egy viszonylag friss kezdeményezés a Magyar Nemzeti Levéltárnak, 2020. augusztusától érhető el, és alapvetően ezzel a felülettel az volt a célunk, hogy egy olyan egységes felületet hozzunk létre, amelyen a Magyar Nemzeti Levéltár esetében az oktatási célra használható levéltári dokumentumokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat gyűjtjük össze, és modern, korszerű formában, digitális formában a pedagógusok számára, illetve a történelem iránt érdeklődő diákok számára átadjuk. És alapvetően ez a felület lehetőséget ad arra, hogy megismerkedjen az ember a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményének egy részével, és ehhez kapcsolódóan célunk volt az is, hogy ezen levéltári dokumentumok és feladatok végén próbálja meg a levéltár, mint közgyűjtemény a közoktatás munkáját segíteni, leginkább a digitális oktatás vonatkozásában. Magának a felületnek a kialakításakor célunk volt az, hogy könnyen áttekinthető legyen, könnyen használható legyen, és élményszerű legyen a használat. Mind a felület kialakításakor, mind pedig azon belül a témakörök, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatok kidolgozásakor, kialakításakor szem előtt tartottuk azt, hogy mindenképpen illeszkedjenek a nemzeti alaptantárhoz, illetve a kerettantárhoz, mivel úgy gondoltuk, hogy ez garantálja, hogy ezek az oktatási tartalmak valóban a közoktatás munkáját tudják segíteni, és hogy a közoktatás mindennapi munkájába beépíthetőek legyenek ezek a feladatok. És úgy véljük, hogy a levéltári forrásokhoz kapcsolódó feladatok által a diákok, illetve a pedagógusok megismerkedhetnek kicsit jobban a levéltárral, mint közgyűjteménnyel, azon belül is a Magyar Nemzeti Levéltár
levéltári véteményével, és természetesen az is egy kiemelendő, hogy a feladatok lehetővé teszik a különböző kompetenciáknak a fejlesztését. És maga az oktatólap felület, ahogy látszik is a diában, az oktatólapok.mnl.gov.hu e-mail címen, vagy honlap címen érhető el, és ahogy látszik, meg is nyílt a felület, tehát erről a felületről mesélnék egy picit bővebben, illetve mutatnám be kicsit a használatát. Ahogy látszik, ez az oktatólapok felületnek a fő oldala, és ha kicsit lejjebb görgetünk, akkor látszik, hogy ugye témakörök szerepelnek a fő oldalon, tehát fontos volt az, hogy a fő oldalt ne zsúfoljuk tele tartalommal, hanem ami a legfontosabb, hogy a témakörök rögtön is lehetőleg minél gyorsabban ligatítsák az ide látogató pedagógusokat, illetve diákokat. A témakörök esetében, ahogy látszik is, jelenleg 8 témakör érhető el, tehát 8 témakört is dolgoztunk ki, digitális oktatási tartalmakat. Itt is szeretném hangsúlyozni, hogy egyértelmű jövőbeli célunk az, hogy ezek a tartalmak, témakörök folyamatosan bővüljenek, tehát hogy újabb és újabb tartalmak készüljenek a felületre. De ahogy látszik is a felületnél a témakörök esetében, tehát a magyarországi rendszerváltozás történetéhez, a magyarok a gulág és gufi táborokban, a Rákóczi szabadságharchoz, az 1848-49-es forradalmi szabadságharchoz, a családtörténethez, Hunyadi Mátyáshoz, a magyarországi nemzetiségekhez, és a vörös hétköznapok, azaz a magyarországi tanácsköztársaság történetéhez készítettünk, és adtunk közre digitális oktatási tartalmakat, illetve kapcsolódó levéltári dokumentumokat. Amire itt a főoldalon még szeretnénk felhívni a figyelmet, ahogy itt a főoldal tetején látható is, magának a felületen található feladatokat három életkor számára, vagy három életkorú diákok számára dolgoztunk ki, tehát találhatóak a felületen feladatok a 9-12 éves korosztálynak, a 13-14 éves korosztálynak, illetve a 14 éven felüli korosztály számára. Ami még itt látható, hogy van egy pedagógusok fül, ez is a jövőbeli céljaink között szerepel, hogy a pedagógusok számára szeretnénk olyan segédanyagokat közvetíteni, illetve olyan oktatási segédleteket, amelyek a levéltár, illetve a levéltárban található iratanyagok jobb megismerését, illetve pedagógiai felhasználását segíti. Visszatérve kicsit a három korosztályra, amit már itt a felületnek a keresőmotorja segít, hogyha valaki az oldalra látogat, és konkrétan tudja, hogy mely korosztály számára keres feladatokat, tehát például 13-es diákok számára szeretne oktatási tartalmakat keresni, akkor alapvetően, ha rákattint az életkorra, akkor rögtön kilistázza a felület azokat a különböző témakörökben megtalálható feladatokat, amelyeket mi levéltár pedagógusok ehhez a korosztályhoz csatoltunk. Tehát itt látszik, és itt alapvetően már ilyen módon is lehet keresni. Visszatérve picit a kereső a fő oldalra. Kicsit a témakörökről mesélni, illetve arról, hogy egy témakörön belül mi található. Kiválasztva például a Hunyadi Mátyás témakört, az látható, hogy mindennél, mind az összes más témakörnél ugyanaz a tervezet figyelhető meg, tehát ahogy egy témakörre kattintunk, megjelenik egy kép, leginkább a levéltárgyűjteményben található dokumentumról, egy nagyon rövid leírás, ami picit a témában való eligazodást segítheti. Alatta találhatóak a témához kapcsolódó feladatok, és ez alatt találhatóak a témához kapcsolódó dokumentumok. A dokumentumok esetében annyit
szeretnék jelezni, hogy kettő célunk volt vele. Egyrészt szeretünk volna olyan dokumentumokat is itt megjeleníteni, amire azt gondoljuk, hogy oktatási szempontból jól hasznosíthatóak, és adott esetben az órán például szemléltető eszközként is használhatóak, de a másodlagos célunk pedig, vagy másik célunk még az is volt, hogy ne csak szemléltető eszközként lehessen használni ezeket a dokumentumokat, hanem például a témában való jobb elmélyedést is ugyanúgy segíthetik ezek a dokumentumok, mind a pedagógusok, mind pedig a diákok részéről, és például, hogyha van egy olyan feladat, ami egy konkrét levéltár irathoz kapcsolódik, és például a feladatban csak a dokumentumnak egy részletével dolgozunk, akkor a témához kapcsolódó dokumentumoknál minden esetben teljes terjedelmében is közöltük a dokumentumot, tehát lehetőség van arra, hogy a feladaton túl, ha a pedagógus érdeklődik, vagy fontosnak tartja ezt a dokumentumot, akkor további abban még foglalkozhat vele órai keretek között. A feladatok kialakításánál célunk volt az, hogy módszertanilag sokszínűek legyenek azok az oktatási tartalmak és feladatok, amiket itt közé teszünk. Tehát készültek szövegértéshez kapcsolódó feladatok, képelemzések, kvíz és online tartalmak, de találhatóak itt hangfejhallgatásához kapcsolódó feladatok, ezt és kifejtős kérdések, illetve például a nézd utána. Mindezek mellett maguk ugye a feladatok típusai, azt ikonok jelzik. Tehát ahogy itt végignézzük a felületet, látszik, hogy például ez az ikon a kvíz és online tartalmat takarja, például itt a Mátyás uralkodásánál pedig nézzük utána, vagy a Mátyás külpolitikájánál az ikon az az eszi kérdést jelöli. És mindezek mellett, ami a pedagógusok munkáját úgy is szeretném segíteni, hogy rögtön a feladatot, feladatra még rá se kattintva, mert picit segítsük az eligazodását, tehát a cím mellett, illetve az ikon, ami jelzi, hogy milyen típusú a feladat, azt is jeleztük, hogy figyeltünk arra, hogy a feladatoknak, vagy a feladatok megoldásának milyen az időigénye, és minden feladatnál a bal alsó sarokban a kis óra szimbólum mellett látható egy ajánlott idő, amit úgy gondoljuk, hogy az adott korosztály számára elegendő a feladatnak a megoldásához. Szintén minden feladatnál a jobb alsó sarokban látható egy másik ikon, ugyanis készítettünk egyéni munkában, illetve csoportos munkában végezhető feladatokat is. Az egyéni munkát az egyszemélyes kis ikon jelzi, de vannak olyan tartalmaink, amik három kis szemét tartalmazik a jobb alsó sarokban, ez esetben pedig csoportmunkában végezhető feladatot készítettünk. És egy picit még ennél is konkrétabban belemenve, szeretnék pár konkrét feladatot is megmutatni, és ha már itt beleléptünk a Hunyadi Mátyás témakörbe, akkor a Hunyadi Mátyás témakörhöz kapcsolódóan mutatnék be pár feladatot. Az első Hunyadi János vagy Hunyadi Mátyás. Itt is az látszik, hogyha rákattintunk a feladatra, akkor megjelenik egy kép, és ahogy látható, ez esetben a diákoknak egy Learning Gaps felületen megalkotott online kép készítettünk, és ebben a kvízben a diákok próbára tehetik a tudásukat, hogy mennyire ismerik Hunyadi Mátyás életét, édesapja Hunyadi János életét, illetve politikai tevékenységét. A kvíz önellenőrző, tehát a diákok a kitöltést követően ellenőrizni tudják a helyes megoldásaikat, és az ehhez rendelt ajánlott időhöz körülbelül 8 perc. És amit még minden egyes feladatnál feltüntettünk, hogy azon túl, hogy melyik korosztálynak ajánlott milyen típusú tartalom, hogy a kereszttanterv esetében mely témakör felhasználásához járulhat hozzá, tehát hogy milyen témakört tudunk feldolgozni, például ez a feladatot,
és ezen látszik azt, hogy Hunyadi Mátyás a reneszánsz uralkodó témakör tanításához jól hasznosítható ez a tartalom. És következő, amit bemutatnék, ez a Bonfili levelet Mátyás életéről. Ez esetben, mielőtt magát a konkrét feladatot bemutatnám egy gondolatot még szeretnék közölni. Az oktatólapok felületen megjelenő oktatási tartalmak esetében fontosnak tartottuk azt, hogy a levéltári iratok mellett a levéltári iratokon alapuló adatbázisainkat is megismertessük mind a pedagógusokkal, mind a diákokkal, és hogy ezeknek az adatbázisoknak a pedagógiai felhasználását segítsük. És mindez, mint pedig a következő feladat, amit bemutatnék, az a Merre járt Mátyás alkalmazásunkhoz készült. Magáról a Merre járt Mátyás alkalmazásról azt érdemes tudni, hogy Hunyadi Mátyás és második felesége Aragóniai Beatrix tartózkodási helyeit betéti térképe, és látszik vizuális módon a források alapján. És hogy maga a konkrét feladat, tehát a Bonfini levele Mátyás életéről mit akar. Ahogy látszik, ez a feladat is a Learning Apps felületén készült el, és a diákoknak az a feladata, hogy az általunk írt fiktív levélben feltett kérdéseket úgy módon válaszolniuk, hogy a válaszokhoz felhasználják Mátyás úti naplóját, tehát a Merre járt Mátyás alkalmazásunkat. És ez esetben is úgy került kidolgozás a feladat, hogy önellenőrző, tehát a Learning Apps ellenőrzi a helyes megoldásokat, és alapvetően a feladat lehetőséget ad arra, hogy a diákok a levéltár digitális tartalmai, adatbázisait megismerjék, gyakorlatorientált módon kipróbálják, és hogy a tankönyvben túl például levéltári adatbázisokból is próbáljanak meg ismereteket szerezni. És ezt a feladatot a 14 éven felüli középiskolás diákoknak készítettük, és a Hunyadi Mátyás a reneszánsz uralkodó keresztantervi témakörhöz, illetve a Hunyadi Mátyás reformja és külpolitikája érettségi témakör tanításához is úgy véljük, hogy jól hasznosítható. És még egy harmadik típusú feladatot szeretnék itt a Mátyás témakör feldolgozásához bemutatni, ez pedig a Mátyás külpolitikája címet viseli. Szintén a középiskolás diákok számára készítettük, és ahogy látszik, mert picit másabb, ugyanis itt egy letölthető feladatlapot készítettünk, ami egy esztékérdést takar, és alapvetően a diákok itt azt a feladatot kapják, hogy a Merre járt Mátyás alkalmazás kiemelt részei, illetve beemelt források, illetve saját ismeretei segítségével elemezik Mátyás külpolitikáját, és más témaköröknél is találhatóak ilyen letölthető feladatlapok. Itt is az volt a célunk, hogy majd látszik is, egy kattintással elérhető legyen maga a feladatlap, ami könnyen kinyomtatható és adott esetben a diákok kezébe adható, de kiadható órai munkában, házi feladatként, vagy akár a digitális formában is elküldhető nekik, és elkészíthető az eszi feladat. És az időrövidsége miatt még egy részt szeretnék az oktatólap felületből kiemelni, a keresés. Ugyanis, hogyha az ember nem témakörök szerint szeretne keresni, akkor a felület másfajta keresési módokat is lehetővé tesz. Ahogy látható a felület bal oldalán, feladatokra és dokumentumokra lehet szűrni a feladatok esetében, ahogy látszik, csoportos és egyéni munkára,
a fi oldalon feltüntetett témakörökre lehet szűrni, szintén a fi oldalán található célközönségre is szűrhető itt is, de szűrhetünk és kereshetünk a különböző tematikai egységekre. Itt a tematikai egységek ezek a keretrendszerben megjelenő témaköröket takarják a különböző feladattípusokra, illetve az érettségi témához kapcsolódása. Ez esetben azt szeretném hangsúlyozni, hogy a különböző érettségi témához, a feladattípusokhoz, a tematikai egységekhez csak és kizárólag olyan tartalmak kerültek be, amelyekhez mi magunk már rendeltünk digitális oktatási tartalmakat, tehát konkrét feladatokat, tehát ugyan nem történhet meg, hogy valaki a tematikai egységek közül kiválasztít egyet, és nem talál hozzá feladatot. Tehát alapvetően az volt a célunk, hogy könnyen áttekinthető és könnyen kereshető legyen. És ami a levéltár esetében egy nagyon fontos küldetés, hogy a dokumentumokat is megismertessük a diákokkal, tehát a dokumentumokra is lehet szűrni. Ahogy látszik, itt a dokumentumokra az adott témakörök mentén is végezhetünk szűréseket, de amire még felhívnám a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Őrizetében nem csak dokumentumok vannak, hanem például kép- és hangfájlok is, és ezeket is itt lehet megtalálni. Ahogy látszik is, több oldalon keresztül nézegethetőek ezek a dokumentumok, amelyek minden esetben az adott témakörhöz, illetve a témakörökhöz kapcsolódó dokumentumokhoz. És lezárva az én előadás részemet, hogy említettem is az előadáson közben, célunk az, hogy maga az oktató lapfelület az minél inkább ismertebb legyen a pedagógusok körében, és hogy minden új digitális tartalommal, amit készítünk, abban bízunk, hogy tudjuk segíteni a közoktatásnak a munkáját is, hogy a közoktatásba való bekerülés révén a társadalom, illetve a diákok számára is ismertebb lesz a levéltár, mint közgyűjtemény, mert hogy a magyar történelmirat öröksége a mi gyűjteményeinkben található. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és vissza is adnám a szót. Tekker Henriettának hívnak, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna megyei levéltárában dolgozok segédlevéltárosként, levéltárpedagógusként. Az én indítatásom eredetileg irányából keresztül tanítottam, aztán 2016. decemberében kerültem a Tolna megyei levéltárba, ahol mindjárt nem is bízták a levéltár pedagógiai terület, illetve feladatok ellátását, és több együttműködésünk volt Laurával, és ez a régebb óta tartó kapcsolat ezt azt, hogy részt vehettem egy olyan projektben, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum koordinált, viszont hat más közgyűjteményre, összesen hat közgyűjtemény, magyarországi közgyűjtemény munkájával, közös munkájával jött létre egy olyan kiállítás, virtuális kiállítás, amit én szeretnék bemutatni. És akkor el is indítanám a megosztást. Úgy bízom benne, hogy sikerülni fog. Igen, tehát ez lenne az a kiállítás, amiről szeretnék beszélni. Ezt a ThinkDink felületén készítettük, és bízom benne, hogy mire végzünk, addigra lesznek jó néhányan olyanok, akik megpróbálkoznak ennek a felületnek a használatával az oktatásban is. Bocsánat, az a hat közgyűjtemény, amelyik részt vett ebben a projektben, a Petőfi Irodalmi Múzeumon kívül az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Szépművészeti Múzeum, tehát ennek a hat intézménynek a munkatársai voltak azok, akik tulajdonképpen létrehozták ezt a felületet, illetve ezt a kiállítást.
Kettő nagyon fontos célunk volt ezzel a kiállítással. Az egyik az az volt, hogy megpróbáljunk valamilyen módon reagálni arra a helyzetre, amit a járvány okozott, ugyanis nagyon sok olyan csoport volt, akik bejelentkeztek, de a járvány miatt nem tudtak eljönni sem a levéltárba, sem múzeumban. És azt is éreztük, hogy ezt a helyzetet valamiképpen kezelnünk kell, valamilyen módon a tartalmainkat a digitális térbe kellene költöztetnünk. A másik ok, ami miatt szerettünk volna mindenképpen valami virtuális felületet kipróbálni, az az, hogy elsősorban a levéltáraknak egyre növekvő mennyiségű digitális tartalom áll a rendelkezésére, amelyet mindenképpen érdemes lenne az oktatásba valamilyen módon bevonni. Olyan felületet próbáltunk megkeresni ennek a virtuális kiállításnak, amely viszonylag könnyen kezelhető. Nem nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy digitális bevándorlók vagyunk, de én azt gondolom, hogy elmondható az rólunk, hogy miután mi alapvetően nem a digitális kultúrában digitális eszközökkel nőttünk fel, ezért mi ezeket sokkal nehezebben tudjuk kezelni, nehezebben tudjuk adaptálni a tudásunkat ezekre a felületekre. Tehát mindenképpen valami könnyen kezelhetőre volt szükségünk, olyan, ami több ingyenes lehetőséget is rejt magában, és alkalmas arra, hogy különféle oktatási tartalmakat jelenítsenek meg. Bár hogyha az ember jól belegondol, akkor nagyon sok felület alkalmas arra, hogy oktatási tartalmakat meg tudjanak jeleníteni. A Petőfi Irodalmi Múzeum muzeológusa, Kádár Anna volt az, aki a számunkra bemutatta ezt a felületet, és ő segített abban, hogy tudjuk használni a különféle beépített alkalmazásokat is. Nagyon hosszú idő, jó pár hónap kooperációja volt tulajdonképpen szükséges ahhoz, hogy ez a felület így ilyen tartalmakkal megjelenjen. És akkor egy kicsikét meg is mutatnám, hogy miről is van szó. Ugye magának a kiállításnak az elnevezése, a kiállítás neve, a kapocs jelképezi azt, hogy tulajdonképpen ezek a közgyűjtemények kulturálisan összetartoznak, és nagyon sok esetben hasonló tartalmakat jelenítenek meg, bár adott esetben eltérő módon. Olyan témát szerettünk volna megjeleníteni a kiállításban, ami összeköti a közgyűjteményeket, illetve elsősorban ami a tanárok figyelmét felkelti, mert reménykedtünk abban, hogyha a tanárok ezeket a témákat meglátják, akkor nagyobb valószínűséggel tekintik meg azt, hogy mi van az egy-egy kis kapocs, illetve az egy-egy kisebb ikon mögött. Ez a számunkra azért volt nagyon fontos, mert azt nagyon jól tudjuk, hogy az iskolai csoportokat elsősorban akkor tudjuk jól elérni, hogy a pedagógusokat érjük el. Ennek ellenére mi ezt a kiállítást mégsem a pedagógusoknak, hanem inkább a gyerekeknek szántuk. A témákat úgy próbáltuk meg összerendezni, illetve kitalálni, hogy egy nagyobb témaköré tudtuk rendezni tulajdonképpen. Nagyon sokat gondolkodtunk azon közösen is, egyénileg is, hogy melyek azok a témák, amelyeket érdemes lenne megjeleníteni, és a sok közös gondolkodás, együtt gondolkodásnak az lett az eredménye, hogy kikötöttünk a reformkornál, illetve az 1848-49-es eseményeknél, ugyanis ez volt az egyik olyan téma, amihez gyakorlatilag minden közgyűjtemény tudott olyan tartalmakat adni, amelyek használhatóak a közoktatásban is. Ez a hét téma, amit végül megtartottunk, nagyon sokat egyébként nem tudtunk beépíteni, de a hét téma, ami megmaradt, a nemzetállam, utazás, nemzetiségek, könyvtár és múzeumalapítás, kommunikáció, március 15, illetve az utolsó témakör, az után témakör. Kicsit megismertetném azt is, hogy maga ez a felület hogy néz ki, illetve hogyan lehet ezen a felületen navigálni.
itt a Nemzeti Múzeumnál az Ugráló Petőfi mellett van két kisebb ikon, amelyekre rá lehet kattintani. Minden egyes felületen található olyan I betű az információ, ami kicsit magyarázza, illetve kicsit segíti is a felületnek a kezelését. Itt most mindjárt a kezdő felületen a kapocs kiállításnak egy rövid ismertetőjét lehet olvasni. Azt gyorsan még megmutatnám, hogy a bezáró X alatt lévő ikon egy olyan beépített lehetőséget tesz lehet ad a nézőknek, hogy ezt a szöveget felolvassa elvileg, de attól tartok, hogy ez most nem fog, de igen. Tehát, hogyha itt elindítják. Nem fogjuk ezt végighallgatni, mert ez elég hosszú, ezt csak megmutattam annak érdekében, hogy egy kicsikét egyszerűbb legyen navigálni. Tehát minden egyes felületen lehet majd találni egy ilyen I betűt, aminek a segítségével információt lehet szedni, kinyerni a felület összességére vonatkozóan, és itt erre szintén nem fogok rákattintani, mert valószínű, hogy az jobban lefogja majd az előadás gyorsaságát, de itt egy nagyon rövid kis bejátszásban a közreműködő kollégákról készült egy kis képsorozat. Viszont amit szeretnék mindenképpen megtenni, az, hogy a kiállításnak, a virtuális kiállításnak az egy-egy szobáját szeretném megmutatni. A Nemzetállam kezdő felülete egy 360 fokos panoráma fotón indul, illetőleg minél hamarabb. A felületen lehet tölteni panorámafotókat, videókat, állóképeket is, és ezeket a felületen lehet különféle módon alkalmazni. Ezen a felületen szintén azt lehet látni, hogy különböző helyen ikonok vannak, az ikonokra kattintva pedig különféle információkat különféle lehet olvasni. Az információ gombra kattintva, itt egy rövid ismertető látható, olvasható nemzeti identitás 19. században való kialakulásáról. Két nagyon fontos navigációs lehetőség van még itt a felületen. A felső bal sarokban a kis házacskával lehet visszamenni az induló felületre, illetve a jobb felső sarokban egy kis térkép segítségével lehet azt ellenőrizni, hogy vajon megtaláltunk-e minden ikont, amire kattintva felugornak a különféle levéltári, múzeumi, könyvtári tartalmak. Jó. A következő virtuális szobánk az utazás témakörét járja körül, és majd egy nagyon rövid virtuális túránk innét is fog indulni. Ez látható nem egy 360 fokos kép, hanem egy egyszerű állókép, és innét, ebből a felületből is nyílnak különféle virtuális szobácskák, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy múzeumot a virtuális térben. A nemzetiségek felületénél egy térkép lesz majd látható, szintén hasonló módon. Az ikonok, az itt látható ikonok, ezek magába a programba beépíthető ikonok, de lehet külön feltölteni ikonokat is, tehát egyéni ikonkészlettel is lehet dolgozni. A múzeum és könyvtár alapítás, ez egy kicsit kisebb kép lesz, ami nyilván nem fogja azt jelenteni, hogy kevesebb információ lesz rajta, egyszerűen a kolléganők úgy döntöttek, hogy ez a kép az, ami kifejezi azt a tartalmat, ami ott található. A kommunikáció felület egy ikonikus híres jelenetet ábrázol, nem véletlenül, és hát itt látható, hogy itt már azért vannak kicsit érdekesebb, nem feltétlenül
megszokott ikonok is. Március 15-e az egy térkép lesz. Tehát én azt gondolom, hogy maguknál itt az alapképeknél is induló felületeknél látható az, hogy nagyon sok különböző tartalmat lehet úgy feltölteni, hogy abból valamilyen oktatási információt lehet megosztani. Egy Pest-Buda térkép március 15-e környékén. És az utolsó, a bónuszszoba, ahogy neveztük, a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtár terme, ahová 49-et követően Hajnaú is beköltözött. Itt ezek lennének azok a felületek. Itt egy picit följebb itt lehet látni, hogy itt sokkal több színes ikon van. Ennek oka van, erről majd fogom beszélni. És akkor egy érdekes túraútvonalat szeretnék megmutatni. Mivel rengeteg ikont töltöttünk fel, illetve rengeteg tartalmat jelenítettünk meg, ezért nagyon-nagyon sok virtuális túrát lehet szervezni. Az, amit én szeretnék bemutatni, egy Tolna megyébe vívő túraútvonal lesz, aminek érdekes módon a kezdőpontja az utazás témakörön belül Fiume városa lesz. Ugyanis a Tolna megyei levéltár iratanyagában Csapó Ida naplójára, aki a fiumei kormányzónak, Nemeskéri Kispálnak volt a felesége, és itt Tolna megyben egy meglehetősen fontos nemesi család volt ebben a 19. században. Ahonnét szeretnék elindulni, ugye itt az információpont, itt van Nemeskéri Kispálné, és hogyha itt legörgetünk felületen, az érdekességek gombra kattintva egy Padlet felület fog felugrani nekünk, ahol mivel a felületen, az eredeti felületen, a virtuális kiállítás felületén nagyon sok információt nem tudtam elhelyezni, ezért egy külön kivezető kis ajtóval tulajdonképpen ezen a Padlet felületen osztottam meg még azokat a plusz információkat, amiket érdemesnek tartottam arra, hogy Csapó Ida személyét, illetve a naplójából még néhány részletet megismertessek. Csapó Idáról Gróf Széchenyi István azt nyilatkozta, hogy szép lelke, forró lángol mindaz iránt, mi honunk felvirágzását érdekli. És igazából nem tudom, hogy miért nem jönnek itt fel nekem az ablakok. Én szeretnék kérni egy visszajelzést valakitől. Hallható vagyok még? Az a helyzet, hogy a képernyőt kellene megosztani, mert a felugró ablakok akkor fognak csak látszódni. Igen, akkor is türelmet kérni szépen, ezt már is csinálom. Illetve bízom benne, hogy... De most látszódnak. Most látszódik? Ó, igen. Igen, jó, nagyszerű, jól van. Jó, tehát igen, azonosság. Tulajdonképpen így néz neki az a felület, ami plusz információkat tartalmaz még Csapó Ida életével kapcsolatosan. Ez egy olyan felület, amit szintén tudok ajánlani a pedagógusoknak. Következő, amit szeretnék még megmutatni, van már levéltár, milyen levéltári dokumentumok vannak. Laura említette magukat az iratokat, amit én tudok most még Csapó Idán túl megmutatni, azok a hivatalos dokumentumok, amelyeket Csapó Ida az utazásához használt, illetve egy 1840-es útlevélforma nyomtatvány,
illetve a saját útlevele. Ebből is szintén több darabot őrzünk a levéltárban, a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárában, illetve a megyei levéltárakban szintén. Szintén érdekes az a néhány vázlat, rajz, amit egy ismeretlen illető készített Csapó Idáról és a férjéről, amint éppen portréhoz ülnek modellt. Ezek a karikatúrák szintén itt vannak a Tolna megyei levéltárban, viszont a kiállításon belül vannak más olyan felületek is, ahol szintén osztottunk meg karikatúrákat. Itt van egy kotta, amire nagyon-nagyon szeretnék rákattintani, de valószínű, hogy az a nem megfelelő hangbeállítás miatt nagyon hangos lenne. Az ikon mögötti anyagnak a története az, hogy a Csapó Ida anyagban találtam néhány olyan kottát, amelyet egy kedves ismerősöm elzongorázott, és ezt a minden valószínűség szerint majdnem 200 éve le nem játszott kottát, ezt, illetve ebből egy darabot meghallgathatnak azok, akik erre az ikonra kattintanak. Aztán, amit még szintén a levéltárakban őrzünk, ugye említette Laura, hogy nem csak iratot, de például nagyon sok fényképet is megtalálhatunk. És a következő úti célunk, ez a kommunikáció, és ezzel már elérkeztünk Tolna megyébe is. Csapó Ida szülőhazájába. Március 15-éhez részben kapcsolódik az az anyag, amit ide föltöltöttem. Március 15-ét nagy lelkesedéssel üdvözölte mindenki az országban, vagy legalábbis nagyon sokan az országban. Ez történt Szekszárdon is, ahol március 25-én kinyomtatták Mérvert Ignácnak az Örömóda című versét. És itt szintén rákattintva az ikonra a Google fotók tárból jobb minőségben, nagyobb képen elolvasható a dokumentum. És a másik, az pedig, ugye nem csak fotót, hanganyagot lehet beágyazni ebbe a virtuális kiállításba, de egy másik kiállításra mutató, illetve oda kivezető linket is. Ez a Tolna megyei levéltár 48-49-es forradalmi szabadságharc emlékére készített kiállításának egy anyaga, mert nem a teljes anyag. Viszont ebben a kiállításban is, és a bemutatott Tingling kiállításban is, a Kapocs kiállításban is nagyon sok olyan levéltári anyagot prezentáltunk, ami vagy kétnyelvű, vagy háromnyelvű, és hát ugye ennek az okát a diákok kitalálhatják, vagy megmagyarázhatják. Március 15-e kiállítási szobájában. Már a 48-49-es eseményekkel kapcsolatosan mindig sarkalatos kérdés szokott lenni az oktatásban az események kronológiája, és hogy ezt egy kicsit segítsük, ezt szintén a Padlet felületén egy kronológiával igyekeztünk teljessé tenni. A kronológiát úgy alkottuk meg, lehetőség szerint képeket, illetve különféle szövegeket is beágyaztunk. És ugye itt ezt a csúszkán 1848. március 13-ától egészen 1857. hónap 8-áig lehet végig tekinteni.
a képek beágyazásának, illetve festmények, vagy akár filmrészletek beágyazásának egyébként az volt a motivációja, hogy lehetőség szerint minél több vizuális kapcsolatot teremtsünk a szövegekkel. És az utolsó, mert ha jól sejtem, akkor fogy az időm, az a Károlyi palotának a belső tere, az utóélet, 48-49-es események utóélete, amelyet mi négy részre osztottunk tulajdonképpen. Az volt a koncepció, hogy mutassuk be azokat, akik itt maradtak 48-49 után. Itt elsősorban Arany Jánost, Görgeit és Szendrei Júliát mutatjuk be, illetve az ő hozzájuk kapcsolódó múzeumi levéltári relikviákból, iratokból mutatunk be néhányat. A meghaltak csoportja, akik nem csak és kizárólag az aradi vértanúk, például Kisernő búcsú levelének az átiratát lehet olvasni, aminek a története nagyon érdekes, hiszen ez a búcsú levél vásárlás útján került a Magyar Nemzeti Levéltár birtokába. Ez is, én azt gondolom, hogy egy érdekes dolog, hogy a levéltárnak van arra lehetősége adott esetben, hogy iratot vásároljon. Az aradi elítélésekről egy dokumentum, ami szintén levéltári őrizetben van, és mint hogy ezzel kellett volna kezdenem. Ugye ez az a szoba, ahol én azt gondolom, hogy megpróbáltunk a leginkább a fiatalokhoz közel kerülni, úgy, akár még úgy is, hogy időnként talán kicsit nem feltétlenül az iskolai hangnemnek megfelelően használtunk, illetve írtunk szövegeket. Viszont én azt gondolom, hogy még akár itt ez a Szabadság az zombiai felirat is végigolvasva megmagyarázza azt, hogy miért próbáltunk egy kicsit különlegesebb eszközöket használni. És a harmadik csoportja pedig azoknak, akik ebben a kiállításban, ebben a szobában szerepelnek, ők azok, akik elmentek Magyarországról 49-et követően, elsősorban Bem személye, illetve Kossuth személye az, ami érdekességet tartogat a számunkra. Itt például Kossuth Lajosnak a török szótárát lehet megnézni, illetve annak egy részét lehet megnézni, ami szintén levéltári őrizetben van. Erről van egy picit hosszabb írás a Magyar Nemzeti Levéltár oldalán. Bem József. És igazából egy érdekes csoport, mert a Percelek, Percel Miklós és Percel Mór, valamint Klapka György 49 után elhagyják az országot, viszont idővel hazatérnek. Itt most nem kattintok rá, de Percel Miklós életútját szintén egy bellett felület tartalmazza. És az utolsó csoport pedig itt ezen a felületen egy olyan ikoncsoport, amely a kicsit az utóélethez kapcsolódik. Magát a koncepciót lehet elolvasni ezzel kapcsolatosan. És maga az utóélet az nem feltétlenül csak dokumentumokban, írásos dokumentumokban jelenik meg, hanem akár diafilmeken is, vagy filmrészleteken, illetve szintén filmhíradókon. Szintén a szívünknek kedves és nem kihagyott rész volt a hagyományőrzők megjelenítése, akik egyre nagyobb számban vesznek részt különféle történelmi csaták lejátszásában, és egy különlegesség, Vitézség kerékpárútja Komárom környékén a Komárom környéki csaták emlékére. És utoljára hagynám kérdőjelként Elviszt,
bízva abban, hogy érdekelni fogja a hallgatóságot, hogy vajon Elvisnek és Petőfinek milyen közös életútbeli pontja lehet. Én ennyit szerettem volna bemutatni a Kapocs kiállításból. Összegezve annyit tudnék elmondani, hogy egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, mire ezt a kiállítást létre tudtuk hozni. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat kellett írásban is és szóban is beszélnünk arról, hogy mit, hogyan lenne érdemes. És nagyon-nagyon nehezünkre esett nagyon sok olyan információt, nagyon sok olyan szép dokumentumot vagy szép festményt elhagyni, illetve egy másik alkalomra félretenni, amelyet szerettünk volna beilleszteni. De én azt gondolom, hogy ennek a pár hónapos együtt gondolkodásnak lett olyan eredménye, amelyet a diákok is örömmel fedeznének fel, akár csak, mint hogyha egy valódi kiállításban járnának.